Óriás székelykaput állítanak fel Ferenc pápa június 1-i csíksomlyói látogatására. A 4,3 méter magas és 8 méter széles kaput a csíkszeredai Vámszer Géza Művészeti Népiskola oktatói és diákjai készítik el. A Székely megyék összefogásának köszönhetően óriási székelykaput állítanak fel a pápai szentmise helyszínéül szolgáló csíksomlyói nyerekben. A kapu tervezett helyét kijelölték, a tervek szerint a hármas halom oltárhoz vezető makadám utat fogja átívelni. Az elkészítés feladatát a Vámszer Géza Művészeti Népiskola diákjai vállalták el. Azért volt ez így észszerű is, meg logikus, mert a végzős diákok harmadéven tanulják a kopjafafaragás, székelykapufaragás, úgyhogy ez most egyúttal a végzősöknek egyféle vizsgamunkájuk is lesz. A munkát András Lajos fafaragómester hangolja össze, és a végsős imitások is ráhárulnak. A mester elmondta, hogy minden székely vidéken más és más motívumokat használtak a kapukra, az óriás kapu a csíki mintavilágot képviseli majd. Egy olasz kacsóból indul ki, egy egyenes gerinc vonalrendszer, amelyikből jobbra és balra kihajló virágrendszerek készítik a vállat. És felül egy palmetta levélsorozat zárja. A kaput viszont udvarhelyszéken, Zetevárhaján, Sebestyén Ferenc fafaragómester udvarán készítik el, itt találtak ugyanis megfelelő helyet, ahol zavartalanul folyhat a munka. A házigazda maga is tanít a népiskolán, az udvara pedig más napokon is gyakorlatilag fafaragó műhelyként működik. Én nem jelent erre, mert minden napos munka ezzel zavarik. Tehát székelykapu készítés, apra faragások készítése, kopjafák, tehát folyamatosan az udvaron jövés menés van, jön az anyag, megy az anyag. Borboly Csaba Hargita megyei tanácselnök szerint a kapu felállításával is azt szeretnék jelezni, hogy nagy szeretettel várnak minden idelátogatót. Arról egyelőre nem esett szó, hogy mi lesz a kapu sorsa a pápa látogatás után. Marad-e a helyén, vagy mint a hármas halomoltár tetőzetét, ezt is utólag lebontják.